Kozmikus rémségek. Egy nagy tömegű csillag halála megrázó élmény. Egy robbanás, melynek energiája egy kisebb galaxis fénytermelésével vetekszik. A robbanás táguló tűzgolyója hónapokon, éveken át látványos jelenség. A középpontban létrejövő maradvány, neutroncsillag vagy fekete lyuk azonban feketeöves asztrofizikai szörnyeteg. A neutroncsillagokat még az anyag szokásos terminusaival tárgyalhatjuk, anyagi szerkezet, sűrűség, mágneses tér, stb. Bár itt is az elképzelhető fizikai állapotok extrém szélsőségeivel szembesülünk. A fekete lyukak azonban. Ez majd az előadásból kiderül. Mindezekben a kozmikus részecskegyorsítókban azonban olyan sugárzások is keletkezhetnek, amelyek akár egy villanásnyi idő alatt megsemmisítenék a földi életet támogató környezetet. Némely részecskék energiája egy teniszlabda mozgási energiájához hasonló, egyetlen protonban. De vajon létezhet olyan energiájú foton, ami már fekete lyuk? Szeretettel dr. Szabó Endre. Jó estét kívánok, és kellemes délután, éppen milyen napszakot érzünk. Kozmikus rémségekről lesz szó. Rémségek, hát különböző rémségeket el tudunk képzelni. A kozmikus rémségeket nem tudjuk elképzelni. Vannak olyan kozmikus rémségek, amiket még én sem tudok elképzelni, de fogunk róla beszélni. A különböző katasztrófák és csapások, amire gondolunk természeti katasztrófák szempontjából, három különböző eredetűek, egyiket se nevezhetjük kifejezetten kozmikusnak. Ugye, vannak geofizikai eredetű katasztrófák, földműködése, tűzhányók, hurikánok, különböző nagy viharok, földrengések, stb. Vannak naprendszerből eredő katasztrófák, ezekről lesz még szó több előadáson, a különböző becsapódások. Kisbolygók, istökösök esnek a fejünkre, és esetleg kiírtják a földi élővilágnak a 90%-át, mint a szilúr-ordovícium kihalási eseményben. Például. És a harmadik csoport különböző napfizikai eredetű katasztrófák, itt elsősorban mágnes viharokról lehet beszélni. Mágnes viharoknak más típusú kihatása van a Földre, például a kommunikációs hálózatainkat, esetleg az energiatermelésünket tenné tacsra, tehát nem lenne mondjuk Facebook másfél éven keresztül. Ilyen típusú katasztrófa várható egy erőteljes napkitöréstől. Na most nem ezekről lesz szó. A különféle jelenségek időskálája és energiája látható. A kisebb energiájú események baloldalt, rövidebb ideig tartó események baloldalt, hosszabb ideig tartó események jobb oldalt. Kisebb energiájú események lent, nagyobb energiájú események fönt. Ez a legnagyobb területű izé. Ez a részünkről igazából nem sok mindent mutat, ez egy adott csillagászati műszernek a érzékenysége, ami egy elég jó műszer, hanem különböző jelenségeket látunk itt, amikről lesz ma szó, például aktív galaxis magokról, vagy szupernóva kitörésekről, gamma kitörésekről,
és egyebekről. Amik hát a világegyetemnek az egyik legnagyobb energiájú folyamatai. Nagyon jó, hogy nem szoktuk ezeket napi rendszerességgel megtapasztalni, illetve ha ezeket napi rendszerességgel tapasztalnánk meg, akkor nem tapasztalnánk meg. És hát azt látjuk, hogy ez a rész, tehát elég sokáig tart a jelenség, és elég nagy energiájú, azt úgy ismerjük. Van egy határ, Van egy határ, és vannak itt lent rövid ideig tartó, kevésbé nagy energiájú események. Itt vannak a Nobel-díjak. Tehát aki ide is alkalmas műszer tud fejleszteni, és meg tudja figyelni azokat a katasztrófákat, a kozmikus rémségeket, kisebb energiájú kozmikus rémségeket, amiket még eddig nem láttunk, esetleg olyan dolgokat fog megtalálni, amire ma nem is gondolnánk. Kezdjük a kozmikus rémségeket. Ez még nem igazi katasztrófa, de mindenképpen rémség. Az egyik legkisebb mérettartományban, a részecske sugárzásban. A világegyetemből különböző nagy robbanások és nagy energiájú folyamatok következtében számos nagy energiájú részecske éri el a Földet. A földi légkört, meg hát itt, ahol mi élünk, azt is. Minket is, ha repülőn vagyunk kicsit magasabban, akkor sokkal több, itt lent mélyebb rétegekben kevesebb. Hát van egyfajta ionizáló részecske sugárzás, aminek ki vagyunk téve. Van ennek egy háttere, a szervezetünk nem örül neki, de ebbe éltünk, mindig is föl vagyunk rá készülve, különösebb betegségünk ettől a várható élettartamunk alatt nem szokott lenni. No de, néha megjelennek olyan nagy energiájú részecskék a világűrből, amikre hát egyelőre egészen megszilárdult tippünk nincs is, hogy ez honnan jött, amiknek pusztítóan nagy energiája van. 1991-ben találták meg a legnagyobb energiájú részecskét, ami a világűrből jött, OMG, vagyis Jaj Istenem részecskének nevezték el, ez a hivatalos neve. Az energiája 51 joule volt. Ki lehet számolni, 51 joule az körülbelül egy szerva a teniszben. Mondjuk női teniszben mondjuk nem állsz, tehát nem a legnagyobb energiájú labdákról van szó, de profi szinten. Tehát kiáll a főtábla alján lévő teniszező, és akkor puff, nagyot döndül a túloldalon, a palánkon, a szervája egyetlen részecskében. Nem tudjuk, mi volt ez a részecske, lehet, hogy proton, mondjuk egyetlen pici protonban egy ilyen óriási energia. Mi volt ez? És akkor kiderül, hogy 2008-ban publikálták, hogy további részecskéket találtak, már több is, hát ugye több tíz, több tucat darabot már találtak ebből a fajtából, és úgy tűnik, hogy valahol a nagy göncöl tájékán ennek még ráadásul forrása is van. Ami ilyen jól kirajzolódó forrás szokott lenni, az tipikusan valami olyan dolog, ami esetleg a tejútrendszerünkben van. De egyébként nem tudjuk, mert a nagy göncöl felé a világűr is meglehetősen unalmas. Tehát a galaxisok sincsenek nagyon sokan, csak nagyon távoli galaxisok vannak benne. Mi csillagaink sincsenek sokan. Tehát nem egy olyan különösebben érdek csillagász, kozmológiai szempontból, nagy energiájú, asztrofizika szempontjából. Nem a világ legérdekesebb területe a nagy göncöl, ezek onnan jönnek. Hát ez egy érdekes kérdés, hogy ők micsodák. Az összes többi kozmikus rémség, amivel most fogunk találkozni, csillagokhoz kapcsolódik, így vagy úgy. Egy csillagnak az élete többé-kevésbé csöndes, vagy kevésbé csöndes történettel írható le. Bal oldalt látunk egy szupernóva robbanást. A szupernóva előtt egy óriás csillag volt, egy kék óriás csillag a Nagy Magellán felhőben, ami egyszer csak úgy döntött, hogy dur, nagy energiatermelés, nagy fénytermelés, majd látni fogjuk, hogy hogyan történnek ezek, kíséretében felrobbant. Nézzük végig egy vonalas ábrán, amit a kutatók nagyon szeretik, a vonalas ábrákat, mindenfélét lehet ábrázolni, majdnem annyira szeretik, mint a képleteket, ismeretterjesztésben kevésbé mutatósak a vonalas ábrák, de nagyon fontosak. Nézzük meg, hogy mit csinál a csillagfejlődés. Amit a vízszintes tengelyen látunk, az a csillagoknak a hőmérséklete. Történelmi okokból balra magas hőmérséklet, jobbra meg alacsony hőmérséklet. Függőleges tengelyen pedig a csillagnak a fényességét látjuk.
Az a konklúzió, az az első tanulság, hogy a hidrogén égető csillagok egy fősorozaton helyezkednek el, a kis tömegű csillagok azok hűvösek is, meg halványak is, ők a vörös törpe csillagok, a nagy tömegű csillagok, meg forróak is, meg fényesek is, ők a kék óriás csillagok. Na, ő belőlük szokott lenni szupernova. De másmilyen dolgot is fogunk látni, hogy egy napszerű csillag, amikor kialakult valami gázfelhő összehúzódása után, eltelik egy kis idő, esetleg nem olyan kicsi, tehát 5-10 milliárd év, esetleg még több is, és akkor vörös óriás csillaggá változik. A magja összeesik fehér törpévé, az egy kompakt csillagmag, a csillag tömegének nagy része benne van, légköre kitágul, és aztán végül lepöffenti magáról ezt a kitágult le. Folyamatosan tágul a légkör, és akkor egyszer csak elkóborol a világegyetembe. És ilyenkor egy csupasz fehér törpe marad az ő helyén. Ez egy fontos része lesz, a kompakt objektumok egyik osztálya az így keletkezik, ami kapcsolatba hozható majd később, például a szupernova robbanásokkal. A másik módusa a szupernováknak, amikor egy darab nagy tömegű csillag, mondjuk egy 30 nap tömegű csillag elégeti a nukleáris üzemanyagát. Csodálatosan gyönyörű fizika van abban, hogy miért van az, hogy a vas az elemeknél, az atommagoknál az energia minimumot jelenti, a legnagyobb kötési energiája a nukleonoknak a vasban van, ami azt jelenti, hogy vasat hasítani se lehet úgy, hogy abból energiát nyerjünk, fúzionálni se lehet úgy, hogy abból energiát nyerjünk. Ha tiszta vasunk van, akkor leállt az energiatermelés. Na, a nagy csillagoknak a magjában ez történik, leáll az energiatermelés, elkezd összeesni a csillagmag, és ezek után hát vagy megállítja valami, vagy nem. Ha megállítja valami, akkor neutroncsillagot kapunk, ha nem állítja meg semmi, akkor fekete lyukat, kis tömegű fekete lyukat kapunk. Mindenképpen ez egy heves robbanás, ezek a magösszeomlásos korkollapsz szupernova robbanások. Ilyenkor hát nem békés folyamatban szétröpül a csillag légköre, és egy csomó olyan reakció is lezajlik a csillag légkörben, ami egyébként nem zajlódna le, mert mondjuk energiát kell beletenni. Mindenféle elem, például nehézfémek, gyűrű az ujjamon, egy szupernova robbanásba keletkezett. Ugye arany az úgy keletkezik a csillagok magjában, vasnál tovább minden egyes elem úgy keletkezik, hogy szupernovát kell robbantani, hogy legyen a meglévő elemeknek plusz energiája, hogy további elemekbe épüljenek föl. Úgyhogy lehoztuk a csillagokat az égről, itt van egy szupernova robbanásnak az eredménye. Na de, hogy zajlanak ezek a robbanások? Amikor egy fehér törpe robban föl, egy kettős csillagról beszélünk, az egyik csillag már az élete vége felé békés módon lefújta a légkörét, ott marad a kompakt fehér törpe, körülbelül akkora, mint a Föld, körülbelül akkora tömeg van benne, mint a napban. Ez egy furcsa állapota az anyagnak. És a mellette lévő, még óriás csillag, még a kitáguló légkör szakaszában van, egy akréciós korongon keresztül anyagot ad át a fehér törpének. A fehér törpe nem lehet akármilyen nagy tömegű, kritikus tömeget itt az anyagátadás meghaladja, akkor hirtelen, puff, föl fog robbanni a fehér törpénk. Mit jelent a hirtelen? Itt látjuk a fehér törpe belsejét, ez az egész zöld tartomány a fehér törpe csillag, ahol zöld ott egyensúlyban van, és belülről indul az a robbanás, ami szétveti ezt a csillagot szupernova robbanás formájában. Csak hogy érzékeljük, hogy mekkora energiákról beszélünk, tehát ez körülbelül az a zöld izé, maga a fehér törpe, akkora, mint a Föld. A robbanás, ahogy jön kifelé, mindenféle bonyolult turbulens folyamatokkal, itt látjuk az időskálát, körülbelül egy másodperc múlva eléri a robbanás a fehér törpe tetejét. Egy másodperc alatt úgy robban föl, a Föld, mintha a Föld középpontjától a Föld felszínéig elérnénk egy másodperc alatt. Ez nem egy kifelé haladó dolog, ez egy kifelé haladó folyamat, és egy bő másfél naptömegnyi, illetve szűk másfél naptömegnyi anyag hirtelen hát föl fog robbanni. Mi lesz ennek az eredménye? Egy szupernova maradvány lesz az eredménye. A közepén egy robbanás után hát a maradvány nem feltétlenül ebben a
robbanásban, magányos csillag fölrobban, összefelé lövi a magját, esetleg kialakul egy neutroncsillag, hamarosan beszélünk a neutroncsillagokról. Mindenképpen egy olyan dolog, ahol a csillag anyaga egy felhőbe látszik, egy hová kerültem, a rémségek. Felhőbe látszik a maradvány körül, felhőbe hanyatlott a drégeli romb, nem a neutroncsillag hanyatlott felhőbe, és a neutroncsillag, ugye a korcsolyázó így csinál, most nem csinálok így, a lassan pörög így csinál, akkor nem csinálok így, de a korcsolyázó gyorsan pörög, ugyanezt csinálja a csillagroncs is, összeesik neutroncsillagra, fölpörög, mint a bubánat. És hát a nagy mágneses tere is van, összesűrűsíti a mágneses terét, kapunk egy kozmikus részecske gyorsítót. De olyat, ami minden földi részecske gyorsítónál sokkal-sokkal nagyobb energiájú. És hát ettől világítani fog az anyag körülötte, és olyan sugárzások fognak jönni ebből a szupernóva maradványból, illetve a szupernóva maradványokból, hogy csak úgy pislogunk. Ugye például a fönt látható rák ködnek a szupernóva maradvány középen egy pulzár termeli az energiáját, ennek az egésznek a teljes hullámhoz tartományon vett fényessége a 100 000-szer múlja fölül a napnak az energiatermelését. Tehát egy szupernóva maradvány adott esetben annyi energiát termel, 100 000 nap lenne. Mert valamikor augusztus 12-én éppen hőségriadó idején délután 3-kor úgy érezzük, hogy nagyon meleg van, akkor belegondolhatunk, hogy egy szupernóva maradvány lenne a nap helyén, akkor 100 000-szer ilyen melegünk lenne. Brutális dolog. Valóban. No, hát egy szupernóva robbanás egy galaxisban, hogy néz ki? Ez egy kiváló cikkből származó képanyag is, meg mérés is. Ezt még én készítettem a PhD hallgató koromban egy vizsga dolgozatként, ami egy publikáció lett. Egy galaxisban nem is egy, ez egy szupernóva, amit látunk, levonjuk a galaxis képét, ott marad, de levonjuk a galaxis képét, megjelenik egy másik szupernóva is. Egyszerre két szupernóva robbant föl ebben a galaxisban. Mindegyik jó bent, tehát a galaktikus por mögött, a jó elhalványítva, hát hogy a poron keresztül a poros képet látunk, ugye az nem olyan fényes, mint hogyha itt valahol itt robbanna föl a messzeségbe. De itt szokott robbanni, mert ott van a sok csillag. És hát látjuk a fénymenetét, remek, fölfényesedik ez a szupernóva, már maga a robbanás, amikor a legfényesebb, nem szokott olyan fényes lenni, mint az egész galaxis, de azért egy egész kisebb fajta galaxisnak, mondjuk egy törpe galaxisnak a fényességét, azt eléri egy szupernóva robbanás, már a robbanás alatt is. Óriási energiák és óriási teljesítmények jelennek itt meg. És hát a szupernóva maradványokról egy szép galéria, mondjuk röntgen tartományban, ugye beszéltünk róla, hogy a szupernóva maradvány úgy képzelhető el, mint egy nagy részecskegyorsító, részecskegyorsítóban nagy energiájú sugárzások keletkeznek, főleg röntgensugárzás, gammasugárzás, de mondjuk rádió tartományban is nagyon fényesek ezek a szupernóva maradványok. És hát a modern csillagászati megfigyelések, ahol ilyen nagy energiájú tartományban is képet tudunk alkotni, gyönyörű módon föltárják a belsejét, a belső fizikáját a szupernóva maradványoknak. Na most, amit itt látunk a jobb oldalt, az a rákköd nevű szupernóva maradvány, ezt látták fölrobbanni. 1054-ben különböző kultúrákban lerajzolták, a Bika csillagképben van, a Bikának a szarvától, ott egy kicsit arrébb, lerajzolták, hogy a Bikának a szarvát, vagy ha éppen ott nem Bika alakú csillagképük volt, akkor valamilyen más csillagcsoportot, de lehet azonosítani, és ott mellette berajzoltak mondjuk egy fényes csillagot. Tehát ilyen feljegyzésekből tudjuk, meg a tágulás üteméből is tudjuk, hogy az 1054 körül kellett, hogy fölrobbanjon, és 1054-ben tényleg készültek ilyen megfigyelések, hogy megjelent egy új csillag az égen. Tehát az egész dolog nincs 1000 éves. Mai napig tágul, 1-2 év különbséggel megnézzük, hogy hol van a ködösség, amit kidobott, azt lehet látni, hogy mozog a csillagokhoz képest. Na például ennek a belsejében van egy pulzár, ami egy gyorsan forgó neutroncsillag, itt a kis filmecskében a jobb oldali csillag,
egy fordulat alatt kétszer fölvillan, és másodpercenként megfordul 33-szor. Őrületesebb, 60-szor villan másodpercenként. Ráadásul ez egy olyan pulzár, egy olyan neutroncsillag, amit optikai tartományban is lehet látni. Itt a Gotthard Obszervatóriumban a nagy távcsövünkkel exponálunk 2,5 másodpercet, és ott van. Mondjuk nem 2,5 másodperceket szoktunk exponálni, hanem sokkal hosszabbat, de ez annyira fényes, hogy egész rövid expozíciókkal meg lehet figyelni. Más, teljesen másnak tűnő, de asztrofizikailag aztán kiderült, hogy rokon objektumok lehetnek részben a gamma kitörések. A gamma kitöréseknek a története a atomkorszak kezdetéig nyúlik vissza. Ugye a 60-as években különböző atomcsend egyezményekben, leszerelés egyezményekben megállapodtak a nagyhatalmak, hogy nem fognak atomrobbantásokat végezni. Kísérleti atomrobbantásokat se. És hát elindítottak az amerikaiak néhány műholdat, hogy figyeljék, hogy tényleg megtartják-e a Szovjetunió betartja az atomcsend egyezményt, hogy tényleg nem robbant semmit. Bárhogy atombombákat. És nem telt el 2 hét, találtak egy erős gamma tartományú kitörést, néhány másodpercen keresztül, pont úgy nézett ki, mintha fölrobbant volna a Földön egy atombomba. És annak a gamma fluxusa, hogy néz neki ott az űrben. Elgondolkodtak, hogy baj van, ezek itt robbangatnak. 2 hét múlva megint találtak egyet. És ez így ment éveken keresztül, és hamarosan rájöttek, hogy ez valószínűleg nem földi atomrobbantásoktól van, de nem tudtak rájönni, hogy mitől. És mivel ennek volt potenciálisan nemzetbiztonsági vonatkozása is, ezért az egész megfigyelést úgy, ahogy van, titkosították. Aztán hát kitalálták, hogy lehet azt megfigyelni, hogy ez pontosan honnan jön. Ugyanaz van, mint a GPS navigációban, csak egy kicsit fordítva. A GPS azt csinálja, hogy én itt vagyok valahol, látom valahol a GPS műholdakat. A műholdak tudják, hogy ők pontosan hol vannak. Meg lehet határozni bizonyos jelkésésekből, hogy melyik műhold pontosan milyen messze van tőlem, de mondjuk méter pontosságra, és akkor az összes többi műholdnak a... Dörög az ég, meglöktem. Összes többi műholdnak a távolságát ismerve, meg tudjuk mondani a Földön méter pontossággal, hogy hol vagyunk. Mert az iránymérés, ugye több műhold időméréséből lehet csinálni pontos iránymérést. Na, ezt csinálták a GRB-kkel is, és akkor rájöttek, hogy nem a Föld felől jönnek a robbanások, hanem pont a másik irányból, a világűrből. És akkor elkezdtek rajta gondolkodni, hogy ez mi lehet. A megoldás az a 90-es évekig váratott magára. A 90-es években, 1995-ben a Paczynski és Lamb vita a GRB-k természetéről került megrendezésre. 75 évvel korábban, pontosan, napra pontosan, ez egy évfordulós vita volt, a Curtis-Shapley vitában a csillagászok arról vitatkoztak, hogy a galaxisok, a spirálködök, meg az elliptikus ködök a tejútrendszer részei-e, vagy messze vannak a tejútrendszertől más csillagvárosok. Ma már tudjuk, ahogy szokták mondani, ma már tudjuk, hogy messze vannak a tejútrendszertől azok más galaxisok. 100 évvel ezelőtt ez még nem volt annyira evidens. No, és akkor ennek a 75 éves évfordulójára megtartották a vitát, hogy a GRB-knek, a gamma kitöréseknek a forrásai, azok a tejútrendszerben vannak, vagy a tejútrendszerünkön kívül vannak-e. Nem volt nehéz érvelni amellett, hogy a tejútrendszeren kívül vannak, hiszen a térbeli eloszlását ezeknek a gamma kitöréseknek megfigyelve azt látjuk, hogy mindenhonnan jönnek. A közeli galaxisok, ha galaxisokból jönnének, a legfényesebbek a legközelebbi galaxisokból jönnének, a közeli galaxisok eloszlása az nem egyenletes az égen, hanem mondjuk a Virgó csillagkép felé van sok, a Virgó halmaz miatt, és így tovább. Ezek a robbanások nem tudnak erről az eloszlásról. Ami ennyire homogén, ennyire egyenletes, az nagyon messzire szokott, már nagyon messziről szokott jönni a világűrből. És hát mik ezek a gamma kitörések? Hát több száz lehetséges szenáriót fölvázoltak, ebből jelenleg tulajdonképpen 2 áll nyerésre.
Ugye az egyik tulajdonsága a gamma kitöréseknek, hogy előre jelezhetetlenek. Nem tudjuk megmondani, hogy holnap után ott lesz egy gamma kitörés, sajnos. Néha meg lehet figyelni a gamma kitörésnek az optikai vízfényét is. Ma már annyira pontosan lehet mérni a gamma kitörések irányát, hogy van egy riasztóhálózat, már nem úgy, hogy egy hálózat, amitől megijedünk, nem úgy riasztóhálózat, hanem ha az űrbéli gamma műholdak találnak valami gamma kitörést valamilyen irányba, akkor küldenek a hálózatban lévő földi észlelőknek egy koordinátát, meg hozzá egy e-mailt, vagy nyilván egy utasítást, hogy most azonnal álljatok rá erre az égterületre, ha derült van nálatok, mert ott éppen van egy gamma kitörés. És akkor néhány percen keresztül, esetleg néhány órán, vagy néhány napon keresztül lehet látni egy olyasmit, mint egy szupernóva. Elég gyorsan halványodik, nem egészen úgy viselkedik, mint egy szupernóva, de galaxisban van, és egy fényes pötty. Extra galaxisban valami felrobban. És ha megnézzük, hogy mennyi ideig tartanak ezek a gamma kitörések, az energia 90%-át mennyi idő alatt sugározzák ki gamma tartományban, hát körülbelül a 2-3 másodpercnél, 2-3 másodperc, egy óriási gamma villanás, ami 1 másodpercig tart. Tehát nagyon izgalmas. A rövid ideig tartó gamma kitörések profilja kirajzolódik, és van egy másik társaság, aki pedig a hosszabb ideig tartó gamma kitöréseket mutatja. Hosszabb ideig tartó gamma kitörés eltarthat gamma tartományban akár 100 másodpercig is. És hát úgy néz ki, hogy a rövid ideig tartó gamma kitörések neutroncsillagok összeütközéséből származó nagy energiájú események, egy hirtelen egy nagy energiájú villanást látunk. És a hosszú ideig tartó gamma kitörések nagyon nagy tömegű csillagok, szupernóvái, amik ráadásul úgy robbannak föl, ugye itt mutat két ábra, itt egy bespirálozó neutroncsillagok, majd látni fogjuk a gravitációs hullámok tárgyalásakor, hogy miért spiráloznak egymásba, összeütköznek, prutty, bum, egy másodpercet villan, és akkor utána csend van. Emitt pedig mondjuk 50 nap tömegű csillag mondjuk felrobban. A tejútrendszerben az egyik legnagyobb tömegű csillag képét látjuk itt. Na, a csillag itt van bent, az egy pixelnyi pötty, amit körülötte látunk, az a cirkusz, amit ő csinál, különböző hullámhoz tartományokon, rádió, röntgen, infravörös, optikai. Hát ez ilyen nagyon nagy tömegű csillagok heves életet élnek, heves csillagszelük van, mágneses terük pörögnek, tehát bemagyarázzák a környezetüknek, hogy ők léteznek. És ha ez egyszer felrobban, akkor esetleg elképzelhető, hogy egy olyan kitörés fog keletkezni, ami esetleg gamma kitöréssel is jár. Ha a gamma kitörés hozzánk közel történik, akkor esetleg rosszul járunk, mert ilyen mértékű gamma sugárzást nem szeretünk elviselni. Várható-e, hogy mondjuk ez a Eta Carinae csillag, amikor felrobban, és esetleg GRBV válik, akkor kinyírja itt a földi életünket, nem valószínű, még akkor se, szerencsére. Az a elképzelés, hogy amikor felrobbannak ezek a nagy tömegű csillagok, akkor egy bipoláris robbanással indul a történet. Nem gömbszimmetrikusan robban fel az egész, hanem egy tüske két irányba határozottan szétszáll. És abban az irányban nyalábolódik az energia, úgyhogy a gamma fluxus az csak arra látszik. Ezért van, hogy sokkal ritkábban látunk gamma robbanásokat, mint szupernova robbanásokat. Egyrészt az ilyen nagy tömegű csillagok ritkák, összeütköző neutron csillagok is ritkák, másrészt pedig nyalábolódik az energiája. Milyen bajunk lenne akkor, hogyha történne egy gamma kitörés a galaxisunkban? Hát sokrétű. Itt is a 100 000 szám jelenik meg. A nyalában, ahogy felerősíti az energiának a nyaláboltsága a robbanás energiáját, 100 000 közönséges szupernova robbanásnak megfelelő energia indul el. Ha néhány ezer fényéven, mondjuk 10 000 fényéven belülig tekintjük a távolságot, hát minél közelebb van hozzánk, annál nagyobb energiájú hatásokat fogunk látni. Hát
Ez a nagy energiájú sugárzás, röntgen, gamma, ultraibolya fogja elérni a Földet. Most ebből a röntgen, meg a gamma, az a légkörbe benne marad, jó részt, ami eléri a Földet, az főleg az ultraibolya villanás lesz. Ez az ultraibolya villanás, az néhány másodpercig tart, tehát aki éppen kint van a szabadban, 10 másodpercig van ez az ultraibolya többlet, esetleg csúnyán le fog égni, vagy több baja is fog keletkezni. Ezek a prompt hatások. Ugyanakkor ez a nagy energiájú robbanás, hogy eléri a felső légkört, hát a felső légkörben komoly károkat okoz. Például elbontja az ózon réteget, többé-kevésbé. Innentől kezdve erőteljesebben ki vagyunk téve a nap ultraibolya sugárzásának, mint korábban, tehát mi is le fogunk égni utána, hogyha kimegyünk a napra. Másrészt, és ez talán még nagyobb gond, fotokémiai szmog keletkezik. A fotokémiai szmog azt jelenti, hogy a légkörben lévő nitrogénből különböző nitrogénoxidok keletkeznek a nagy energiájú sugárzás hatására, és ezek a különböző nitrogénoxidok, ezek ködös anyagok. Tehát a nitrogén átlátszó, látjuk a napot. Lecseréljük nitrogénoxidokra, akkor már nem látjuk a napot. Egy ködös, vastag szmogot fogunk látni a fejünk fölött. És ezen a szmogon nem nagyon jön át a napfény, vagyis beáll a kozmikus tél, és egészen addig kozmikus tél lesz, amíg ez a nitrogénoxid vegyületek, ezek a nitrogénoxid vegyületek így vagy úgy el nem tűnnek a légkörből, hát ez néhány év időskálán várható. És hát közben, ami kiürül a nitrogén a légkörből, a nitrogén vegyületek a légkörből, salétromsavas esők bekövetkeztére is számíthatunk. Ugyanakkor van két esemény a földi körülöttünk, ami azt mutatja, hogy lehetséges, hogy gamma kitörések befolyásolták a mi földünket, és adott esetben kihalási eseményekhez vezettek, az ordovícium szilúr kihalási esemény, 450 millió évvel ezelőtt, dinók még a kanyarba se voltak, lényegesen egyszerűbb szervezetek voltak a Földön. Az úgy zajlott le, hogy a szárazföldi primitív életformák, meg a vízben, sekély vízben lévő életformák, azok eltűntek. A mélyvízi életformák nagy arányban eltűntek. A mélyvízi életformák meg nagy arányban megmaradtak. Tehát úgy tűnik, hogy ott egy olyan kihalási eseményről volt szó, ami a sekély vízbe elhatolt, a mély vízbe nem hatolt el, tipikusan egy gamma kitörés az olyan, hogy ilyen mintázatú kihalást várunk tőle. Ha ez most megismétlődne, akkor hát mi már nem sokban reménykedhetnénk. És hát 774-775 között, ugye, tehát ez, ha jól számolom, akkor 1250 évvel ezelőtt, is történt egy nagyon érdekes izotóp arányváltozás a Földön, lehetséges, hogy az is egy gamma kitörés volt, vagy egy nagyon nagy energiájú napkitörés, de ez esetben olyan, amilyen se azelőtt, se azután nem volt még. A radiokarbon módszer az, amivel meghatározzák a különböző szerves anyagoknak az életkorát. Ez a csont a barlangban, most tényleg 12 ezer évvel ezelőtt hagyta ott az ősember. Ez úgy működik, hogy a magas légkörben besugárzás hatására átalakul a nitrogénnek valamelyik izotópja szén-14-es izotóppá. Tehát 14-es tömegszámú szén izotópot kapunk. És valamilyen módon ez lejut a Földre, ahol az élő szervezetekbe bekerül. A növények megfotoszintetizálják, a növényevő állat megeszi a növényt, a ragadozó állat megeszi az állatot, végig megy a karbonciklusson, bennünk is végigmegy, ezért aztán minden élő szervezetben a szén atomoknak egy bizonyos tankönyvi meghatározott része az a szén 14-es izotóp. Onnantól kezdve, hogy elpusztul az élőlény, már ugye nem eszik. Ez az evés az egy életjelenség, tehát ez definíciószerű. Ha nem eszik, az 14-es szénizotópnak van egy felezési ideje, nem túl hosszú, nem túl rövid, tényleg történelmi időskálán alkalmas mérésre ad ez lehetőséget. A 14-es szénizotóp
aránya folyamatosan elkezd fogyni. Mert nem eszi már meg azt a zöld növényt, ami folyamatosan kapja az utánpótlást a felső légkörből. És hát megmérjük a 14-es szén bomlásának a gyakoriságát egy-egy preparátumban, látjuk, hogy az összes szénatomhoz képest mennyi benne a 14-es tömegszámú szénatom, és akkor meg tudjuk mondani, hogy a 12 ezer évvel ezelőtt tette le azt a csontkést az ősember a barlangjába, hogy legalábbis 12 ezer évvel ezelőtt pusztult el az állat, amiből készítette. És hát ehhez van egy alapsugárzási szint, ami kismértékben változik. Nem nagyon szokott változni, de egy kismértékben változik, mondjuk a naptevékenység hatására. A pontosságát ennek a mérésnek különösebben nem befolyásolja. Nyilván egy picit. Na de azt látjuk, hogy 774 és 775 között, a magyarok valahol Magna-Hungáriában, épp gondolkodnak Levédián, ekkor megugrott a szén 14 tartalma a fáknak. Ugye vannak olyan fák, hát nem most vágtuk ki őket, de 500 évvel ezelőtt kivágták a fát, ami már akkor is nagyon öreg volt. Meg lehet számolni az évgyűrűjüket, hogy pontosan melyik évben mennyi szén 14 izotóp épült be a fába. És a bomlás visszafelé meg kell csinálni, a bomlás matematikáját, meg lehet mondani, hogy mennyi szén 14 volt a légkörben, és látjuk, hogy itt megugrott. És egy ilyen jelentős megugrás ismételten akkor várható, hogyha hirtelen korlátozott ideig tartó kemény sugárzás éri a felső légkört, mondom, vagy a világtörténelem egyik legnagyobb napkitörése, hanem a legnagyobb, vagy egy gamma kitörés valahol a mi galaxisunkban, tőlünk azért biztonságos távolságban. Ha az utóbbi sokkal messzebb volt, mint az Ordovícium szilúr eseményhez hozzájáruló gamma kitörés, de elég közel volt ahhoz, hogy valamilyen földi hatása legyen. No, kettős neutron csillagok egymásba spiráloznak, mint az egyik gamma kitörések, rövid idejű gamma kitöréseknek az egyik igen népszerű magyarázata. Mik ezek a neutron csillagok? Ugye beszéltünk róla, hogy a szupernova robbanást, megint visszamegyünk a nagy tömegű csillagokhoz. Nagy tömegű csillag élete végén felrobban. Közepén lévő fehér törpe a robbanás miatt összeesik, összelövődik. Sőt, hát ugye nincs is benne energiatermelés, tehát már azért is összeesik, mert a rá nehezedő nyomása a csillagnak ugye őt összefelé passzírozza. Az egész robbanás, szupernova robbanásnak az energiája, magának a robbanásnak az energia, nem a maradványi utána, hanem a robbanásnak az energiája, abból származik, hogy gravitációs energia szabadul föl, amikor a fehér törpe összeesik neutron csillaggá, vagy fekete lyukká. De most nézzük a neutron csillagot. A neutron csillag az anyag elképzelhető legsűrűbb állapota, és egyébként a frissen kialakuló neutron csillagokban a legforróbb állapotával is találkozunk. Ez egy olyan állapot, a neutron csillag, nem lehet hasonlót se előállítani mondjuk földi laboratóriumban. Kizárt. Szerencsére. Nem lehet máshol tanulmányozni az anyagot ilyen állapotban, csak neutron csillagokban. Ugye mit jelent ez a neutron csillag? Az anyagnak a legjobban összenyomott állapota, ami egy óriás csillag belsejében, amikor az óriás csillag nagy nyomása alatt összeroskad, sőt, még a robbanás is összefelé lövi, akkor kialakul. Hát, szokták mondani, kicsit félrevezetően, hogy egy óriás atommag alakul ki. De ez az óriás atommag, ez azért 10 kilométer méretű. Na, nem igaz, nem egy óriás atommag. Annyiba hasonlít az atommaghoz, hogy nukleonok alkotják, a protonok meg neutronok, és ezek között nincs elektronhéj. Ugye az atomos anyagban a nukleonokat, elég picik az atom fel, az elektronfelhőhöz viszonyítva, nukleon körülötte egy elektronfelhő, méretarány, mint mondjuk egy narancs, meg körülötte röpköd a fölöttünk a repülőgép, és akkor a repülőgép távolsága az elektronfelhő, a kislabdának a mérete meg a nukleon.
Ez nem így van, egymás mellé vannak pakolva a kis labdák. Eltűntek az elektronfelhők. Ezért aztán nagyon nagy sűrűségű anyag keletkezik. Vannak benne elektronok, tehát korábban úgy gondolták, hogy az összes elektron belepasszírozódik a protonokba, és csupa neutronból alakul ki a csillag. Nem, a külsején biztos, hogy találunk atommagokat, normál atommagokat is, meg egyre inkább szabad neutronokat is találunk. Ahogy befelé haladunk, egyre több a szabad neutron, aztán nem tudjuk, hogy mi következik. Tehát annyiban hasonlít az atommaghoz, hogy a nukleonok körül nincs elektronfelhő, hanem szorosan egymás mellé vannak a nukleonok pakolva. De mégsem atommag. Az a nagy különbség, hogy az atommagot az erős kölcsönhatás nevű természeti kölcsönhatás tartja össze. Mi az erős kölcsönhatás? Az erős kölcsönhatás az a kölcsönhatás, ami összetartja az atommagokat. Jó napot kívánok! A kígyó egy olyan kígyó, ami kígyó. Van egy részeske fizikai tárgyalása, ebben most nem menjünk bele, bizonyos speciális részecskékhez is kötik a részecske fizikusok ezt a folyamatot. A lényeg, hogy az erős kölcsönhatás a legerősebb kölcsönhatás a természetben. Összerakjuk az atommagot, nem véletlenül figyelték azt meg, hogy alkimisták próbálták az elemeket átalakítani, hogy nagyon nehéz elemet átalakítani, alkimistáknak nem sikerült. Részecskegyorsítóban át lehet alakítani. Valami radioaktív akkor spontán átalakul, de az a történetnek egy másik oldala. De nagy energiájú, valamikkel bombázunk atommagokat, akkor átalakul a dolog, de nagyon nehéz. Azért nagyon nehéz, mert ez a természet legerősebb kölcsönhatása, az erős kölcsönhatása. Atommagot összetartja. Na, a neutroncsillag az túl nagy ahhoz, hogy az erős kölcsönhatás tartsa össze. Az erős kölcsönhatás tényleg a nukleonok távolságának a szintjén jelentkezik, csak utána már nem. 10 kilométerről beszélünk, a neutroncsillagot a gravitáció tartja össze. Tehát ilyen értelemben nem atommag. Bizonyos hasonlít, de más szempontok szerint nem hasonlít. És hát szupravezető állapotban is van a neutroncsillag, azt is elmondhatjuk, a benne lévő szabad elektronok miatt, szuperfolyadék állapotban is van. Ilyen szupravezetőket, szuperfolyadékokat a Földön lehet készíteni, de a Földön hát nagyon hideg. 1-2 Kelvinre, mínusz 272 fokra, vagy még hidegebb hőmérsékletre kell, és csak bizonyos anyagok viselkednek így. Ha jól lehűtjük az anyagokat, akkor szupravezetők és közel szuperfolyadékok kialakulnak. Ez mit jelent? A szupravezető azt jelenti, hogy nincs elektromos ellenállása. Mágneses teret kiszorítja magából. Sokféleképpen körbe lehet írni. Ez egy ilyen furcsa állapota az anyagnak. A szuperfolyadék pedig azt jelenti, hogy viszkozitása sincs. Tehát itt állnak ezek a gonosz kutyusok. Ki ez? A kacsameségből a Beagle Boys nevű csúnyák, mindegy. Próbálnának evezni, nem, újra feliratoztam értelemszerűen, próbálnának elmenekülni a rablásnak a helyszínéről, és kétségbe vannak esve, hogy 1000 éve lapátolunk, még mindig nem jutottunk sehová, persze ez egy szuperfolyadék. Tehát egy szuperfolyadékba lennénk, mondjuk egy neutroncsillag tetején, az nekünk rossz lenne, de hogyha eltekintünk attól, hogy nem maradnánk életben, ha nem életben lévő mi elkezdene lapátolni, nem jutnánk sehová, mert nem lehet evezni a neutroncsillagon. Ilyen furcsa, különleges állapota van az anyagnak. És hát ez a 10 kilométer neutroncsillagoknak az alsó-felső tömeghatára, 10 kilométeres gömb, mint ide jár vagy annyi se, 1,1 uszkve 2,2 naptömegnyi anyagot tartalmaz, tehát a napnak az egész anyagát szorozzuk meg másfélszer, és tegyük bele egy ilyen nagyobb városnak megfelelő méretű gömb alakú tartományban, akkor lesz belőle neutroncsillag. Nagyon vad dologról van szó. És hát ki lehet számolni a megadott számok alapján, hogy mennyi a sűrűsége a neutroncsillagnak. Ugye az ozmiumnak a sűrűsége köbméterenként 22 tonna, az ozmium a legnagyobb sűrűségű elem a Földön. Itt látunk ennek az embernek a kezében egy kis iridiumot, reszeléket, az is egy nagyon nehéz elem, meg annál aranynál mind a kettő nehezebb,
meg az annál nehezebb ozmiumot is. Így néz ki az ozmium. Ő egy fém, csak borzasztóan nehéz. Higanynál kétszer nagyobb a sűrűsége. Na, hogyha ezt az ozmiumot lecserélnénk neutron csillag anyagára, akkor ez az anyagmennyiség akkora tömegű lenne, mint a csomolunkba. Elképzelhetetlen állapota van jelen az anyagnak a neutron csillagban. Hőmérsékletek, amikor egy neutron csillag kialakul, összeesik, fölforrósodik. A nap magja 17 millió fok. A 17 millió fokot se tudjuk elképzelni. De nem tudom, hogy létezik-e ember a Földön, létezik-e napfizikus mondjuk, aki azt mondják, hogy 17 millió fok, azt mondja, hogy igen, kötődik hozzá tapasztalatom. Nem hiszem. 17 millió fok. A frissen kialakuló neutron csillag hőmérséklete 1000 milliárd fok tartományban van, amikor ő megszületik neutron csillagként. És hát a mágneses tere a neutron csillagnak. A nagy mágneses terek, a Teslában mérjük a mágneses térerősséget. A Tesla, egy Tesla, az egy pusztítóan nagy mágnesesség. A hűtőszekrény mágnes, fölragasztjuk a hűtőre, 5 millitesla. Tehát a Tesla ezred részének a néhányszorosa az a mágneses tér, amit a hűtőszekrény mágnes tud. A mágnes rezonanciás készülékben, amikor elküldik az embert MRI vizsgálatra, egy uszkve 3 tesla térerősség van. A Földön előállított legnagyobb stabil mágneses térerősség az 50 tesla nagyságrendű, amit néhány mikroszekundumig, tehát másodperc, milliómod részéig sikerült előállítani az 1200 tesla. Na de milyen hatása van a mágnességnek a 16 teslányi mágneses térbe? A béka lebeg. Él és jól érzi magát, de lebeg. Miért lebeg? Azért lebeg, mert a béka szerves anyagból van. A szerves anyagok azt tudják, hogy szeretik kiszorítani kismértékben a mágneses teret magukból, illetve rátesszük az anyagra a mágneses teret. Ha ez az anyag vas, akkor átmágnesezhető, saját a mágneses teret átveszi, és utána úgy is marad. Ez a ferromágnesség, ezt most felejtsük el. Hogyha az anyag paramágneses, akkor mágnesezzük, átveszi a mágneses teret, de sokkal kisebb tér épül benne föl, egyenlő, megegyező tér lesz. Ezt is felejtsük el, nem erről van szó. Ha az anyag nem is paramágneses, akkor diamágneses. Még kisebb tér épül föl, de ellenkező értelmű mágnesség, mint a tér, amire rákapcsoltuk. Tehát ez a diamágnesség. A béka ilyet csinál. És emiatt mágneses térben, egy nagyon erős mágneses térben diamágneses anyagokat lebegtetni lehet. A béka lebegtetésé, bármit tehettünk volna, de kockacukrot is tehettünk volna, de csak az nem olyan érdekes. A békát lebegtető kutatócsoport 2000-ben Ig Nobel-díjat kapott. Tehát az a legtanulságosabb hülyeségekért jár az Ig Nobel. Tehát az ember először azt hiszi, hogy jó, ez mekkora marhaság, aztán rájön, hogy hú, ez mekkora tudomány. A diamágneses lebegés. No, tehát ezt tudja, amikor anyag van jelen, egy 16 tesla térerősség. Ugye 1200-at tudtunk a Földön, egy neutron csillagnak a mágneses tere 10 000 teslától terjed a 100 milliárd tesla térerősségig. Ezt se tudjuk el. Nincs erő tapasztalatunk, hogy mit csinál. 100 milliárd tesla, az olyan nagy erős mágneses tér, hogy a fény terjedésére hatással van. Nem is akár milyen hatással. Bizonyos földi kristályok, mondjuk a kalcit kristályok azt tudják, hogy egy szövegre rátesszük, akkor megkettőződik a szöveg. Ezt kettős törésnek nevezzük, amikor belép a fény ezekbe a kettős törő kristályokba, mondjuk a kalcitba, akkor szétválik egy ilyen irányba, meg egy ilyen irányba polarizált fényre. És a törésmutató különbözik a két irányú polarizációra. Kijön a fény, akkor megint nem áll össze, mert akkor már polarizált fényt láttunk, de akkor két képet fogunk látni. Valamiképpen megpolározza a fényt, és megváltozik a fény terjedési sebessége attól függően, hogy hogy áll a polarizáció síkja. Ez van, kalcit kristály megcsinálja. De a 100 milliárd tesla mágneses térben, amely neutron csillagok körül van,
a vákum kettős törővé válik. Tehát a semmi, ez a mágneses tér önmagában létrehozza ennek a kettős törésnek a jelenségét. Elképesztő. És hát néha, hogy kanyarodjunk vissza a rákködre, ha még emlékszünk rá, amiben másodpercenként 60-szor fölvillan a pulzár, a neutroncsillag, visszakanyarodva még egy alfajáról beszélhetünk a neutroncsillagoknak, a pulzárokról. A pulzárok olyan neutroncsillagok, amik definíció szerint rádió nyalábot, mint egyfajta világító torony lövelnek felénk. És a világító torony villog. Miért villog? Azért villog, mert van egyik irányba, meg egy másik irányba ható sugár. Hát a világító toronyba ezt a tükrökkel, meg mi egyéb érik el. A neutroncsillagok nagy mágneses tere a neutroncsillagok sugárzását nyalábolja, a rádió sugárzását is úgy, hogy a mágneses pólusok felé összenyalábolja a sugárzást, és főleg arra hat a neutroncsillagoknak a rádió sugárzása. És ha úgy áll a geometria, a forgástengely, meg a mágneses tengely, hogy néha az egyik csóva felénk mutat, akár az egyik, ha néha, akkor mindig, de legalább az egyik, és akkor fordul egyet, és akkor megint felénk mutat, és akkor villan a dolog kettőt. De az is elképzelhető, hogy ugye mind a kettő felénk mutat, és akkor most is villant, meg most is villant. De elképzelhető, hogy nem is tudom, hogy kéne csinálni, hogy csak az egyik villan, és akkor így forgok a tengelyem körülem, ez már nem villan. Tehát mindenféle módon tudnak ezek a pulzárok villogni. A lényeg az, hogy ezek másodpercenként sokszor a millisekundumos pulzárok ténylegesen a millisekundum nagyságrendjében akár másodpercenként több százszor föl tudnak villanni. És vannak lassabb pulzárok, amik néhány másodperces időskálával villognak. Megfordulhat egy neutron csillag a tengelye körül másodpercenként 200-szor. Ez is olyan dolog, amit az ember már nem veszi be. Van olyan, a leggyorsabban forgó neutroncsillag felszínén az egyenlítőn a forgási sebesség, a fénysebesség egy negyede. 0,24 fénysebességgel forog a neutroncsillag kerülete. Agyrém. No, történet. Nagyon tanulságos történet. Ugye női egyenlőség a kutatásokban, meg egyébként is, hogy ítélődnek oda a Nobel-díjak. 1967-ben Jocelyn Bell Burnell nevű csillagász hölgy, doktorandusz, azt találta egy rádió távcsőnél, hogy az ég egyik részéről gyors rádiópulzusok, gyors és nagyon periódikus rádiópulzusok jönnek. És ezt elmondta a téma vezetőjének, Anthony Lewisnak, hogy Tony, figyeljé, ezt találtam. Mi lehet ez? Fogalmuk se volt, hogy ez mi lehet. Először arra gondoltak, az volt, hogy a SETI kutatásnak a fénykora, hogy ez az, amit a SETI-vel kerestünk. Egy távoli bolygó, ahol megy a Kossuth rádió, és ennek a jelét látjuk a rádió távcsővel. Elkezdte írni Jocelyn Bell a PhD értekezését, ezzel a hipotézissel, hogy hát akkor itt most ilyet talált, milyen érdekes. Egy éven belül, fél éven belül talált egy másikat. Másik frekvencián, másik irányból. És akkor elkezdett gyanakodni, mert hát ugye kis zöld emberkéket sose láttunk. Más megfigyelések se utaltak arra, hogy az egyik csillag irányából ténylegesen egy civilizációnak a jeleit látjuk. Most meg megjelent egy másik csillag irányából is ugyanaz. És hát akkor elkezdtek dolgozni azon, hogy miről lehet szó, és akkor kidolgozták azt az elméletet, hogyha van egy gyorsan forgó neutroncsillagunk, a világító torony modellben átkúszik rajtunk néha a rádió, néha, és minden egyes ilyen, ez három volt mindjárt, de ez egyenként, amivel itt három volt, az egyenként egy villanás. Hogy hát akkor ez egy gyorsan forgó neutroncsillag. És aztán kiderült, hogy igazuk van, és 1974-ben
ezért Nobel-díjat kapott a professzor úr. Köszönjük szépen! Jocelyn Bell azóta elképzelhető összes tudományos díjat megkapta a Nobel-díjon kívül. Tehát valójában itt az ő kézírásával van bejelölve ezen a milliméter papíros rádiótávcsöves regisztrátumon az első pulzárnak a felfedezése. Ha oda nézünk, mondjuk egy szupernóva maradvány, mert láttunk ilyet, de beszéljük meg még egyszer, egy pulzár környékére, akkor ténylegesen azt fogjuk látni, hogy ez az izé, ahogy itt forog, és viszi magával a mágneses teret, csinál egy nagy kozmikus részecskegyorsítót, és ebben, hát az összes elképzelhető hullámhoz tartományon nagy teljesítményű sugárzásokat látunk, mindenféle anyagstruktúrák jönnek létre, anyagkifúvások, mi egyéb, és hát ha megnézzük jó felbontású műszerrel, rádió vagy nagy energiájú, mondjuk röntgen vagy kemény ultraébolya képalkotással, láthatjuk is, hogy időnként akár napos időskálával változások figyelhetők meg, hiszen bent pörög a pulzár, kint kavarja a felhőket, és akkor jönnek-mennek a bárányfelhők, csak ezek nem bárányfelhők, hanem rettenetes dolgok. Pulzárok. Még beszélgessünk a pulzárokról. A pulzárok forog egy ilyen nagy sebességgel, órajelet ad. Időt lehet vele mérni. Néha kismértékben megváltozik a forgás sebessége, bizonyos átrendeződések a pulzár belsejében, de összességében ezt is értjük, erre is lehet korrigálni, nagyon pontos óra egy pulzár. Amit itt láttunk, Nobel-díj 1993, immár a második, ami a megfigyelés volt, egy olyan kettős rendszer, ahol egy pulzár és egy neutron csillag keringett egymás mellett. És azt figyelték meg, hogy éveken keresztül, éppen majdnem 20 éven keresztül, de itt az ábrán már látunk 30 évet is, a pulzusoknak a késése, nagyon periódikus, de egyszer csak azt kezdték megfigyelni, késése, sietése. Egyszer csak azt figyelték meg, hogy az egyedi pulzusok, azok valamilyen módon, hát ugye késtek, meg korábban érkeztek, máskor meg később érkeztek. És az periódikusan változott, hogy korábban érkeztek, meg később érkeztek. Miért? Mert van egy neutron csillag a rendszerben, ami nem pulzár, vagy nem felénk pulzál, van a pulzár, és amikor a pulzár hozzánk közel, rövidebb a fényút, picivel hamarabb megérkezik. Amikor a pulzár tőlünk távol van, akkor hosszabb a fényút, kicsit később érkezik meg hozzánk a fény. Olaf Römer annak idején így mérte meg a fény terjedési sebességét a Jupiter körül keringő holdak, hogy azonos periódussal keringenek, de nem exaktul pontos periódussal látszik a Földről. Azért van, mert a fény különböző sebesség. Ha messze van tőlünk a Jupiter, akkor később ér oda az adott konfigurációnak a fénye. Tehát klasszikus megfigyelés. Meg lehetett figyelni a jelek késéséből, jelek sietéséből a keringést, ezt a pályát. És hát ennek volt egy periódusa. Ugye periódikus, hogy korábban érkezik, később érkezik. Azt lehet mondani, hogy hát ez valamennyi. Ez a keringési periódus ebben a rendszerben. És azt találták évtizedek alatt, hogy ez a keringési periódus csökken. Mitől csökkenhet a pulzár keringési periódusa a neutron csillag körül? Azért ez annyira vad dolog, elképzelhető, hogy van egy harmadik test, ami valamilyen módon energiát elszipkáz, de azért, amikor láttuk, hogy egy neutron csillag hogy alakul ki. Az egy óriási energiájú robbanás, és utána óriási dolgok vannak a közelében, csoda, hogy megmaradt mellette egy másik csillag, amiből egy másik neutron csillag kialakult. Látni kísérőt itt nem látunk, esetleg egy harmadik neutron csillagot lehetne elképzelni, de hát azért ennyire ne viccelődjünk egymással. Hanem arra gondoltak, hogy gravitációs hullámok keletkeznek, mert ezek a kompakt objektumok közel egymáshoz keringenek, akkor ez a keringés fodrozza a téridőt.
Az Einstein egyenleteknek, beszéltünk róla egy hónappal korábban, nagyon súnya egyenletek, de a geometria a bonyolult, mert a fizikai ötlet benne az nagyon egyszerű. A téridőt meggörbíti az anyag, illetve az anyagnak az energiaimpulzus tenzora a téridőben görbületet jelent. Na, ennek az egyenletnek van hullám megoldása, tehát a vákumban megfigyeljük az Einstein egyenletet, lehet, hogy semmi se történik, minden marad szép sík, vagy lehet, hogy hullámok mennek át a téridőn. Látták ezt már a 1920-as, 30-as években, hogy léteznek hullám megoldások az Einstein egyenletben, de nem találtak egy darabot se. Már maga Einstein meg akarta ezt figyelni, épített nagyméretű résztekercseket, sokkal nagyobbnak képzelte a gravitációs hullámokat, mint mi. Nagyméretű résztekercset épített, és mérte a résztekercsnek a frekvenciáját. És arra számított, hogy amikor összébb megy, jön egy gravitációs hullám, kicsit összemegy a résztekercs, kicsit szétmegy a résztekercs, majd elhangolódik a rezgőkör frekvenciája, és azt majd ő fogja tudni detektálni. Hát nem így volt, és akkor lekukázta az egész kísérletet. Talán el is engedte, hogy gravitációs hullámok léteznek egyáltalán. És akkor kiderült, hogy itt a keringési periódusnak a csökkenése, itt látjuk a relativitás elmélet jóslatát, az exaktul pontosan annyi, mint amit a relativitás elmélet mond, hogy így kell csökkenni a keringési periódusnak. És ez volt a gravitációs hullámoknak az első megfigyelése. Nem konkrétan a hullámokat figyelték meg, de olyan jelenséget, ami pontosan úgy zajlott le, ami a gravitációs hullámok kisugárzásakor történik egy ilyen kettős neutroncsillag. Lehet neutroncsillag egy másik neutroncsillag körül. Lehet a bolygó egy neutroncsillag körül. Lehet bolygó neutroncsillag körül, hasonló módon, mint ahogy a neutroncsillag pulzár, tehát a Hall-Taylor kettősben megtalálták a keringésnek a jelét, hogy egymás körül keringenek, van egy neutroncsillag, van körülötte egy bolygó, akár kettő, több is, a valamilyen módon kihat a bolygó mozgás, a neutroncsillag, a pulzár mozgására, és a nagyon pontos jelekből meg lehet mondani, hogy tényleg ott mozog a pulzár hozzánk képest oda-vissza, kering körülötte egy bolygó. Vagy esetleg mindjárt kettő. Alexander Wolscsán 1995-ben jelentette be, szintén évtizedes megfigyelések után a torunyi, lengyel csillagászról van szó, Torunny, Kopernikusnak a szülővárosa, ott van Európának az egyik legnagyobb rádióobszervatóriuma, nagyon szép, én is voltam ott kétszer, de egyébként ez ilyen szempontból érdektelen, de Alexander Wolscsán is volt ott, és mérte ezt a pulzárt, és rájött, hogy kering ott két bolygó. Először egy, aztán utána rájöttek, hogy kering még egy. Ilyen óriási, katasztrofális fizikát, ami egy pulzár kialakulásához vezet, túlélt egy bolygórendszer. Döbbenetes. És hát itt látjuk Wolscsánt Heveliusnak, a klasszikus idő Kepler előtti korszaknak a lengyel csillagászának egy szextánsával, ez a régi, koraújkori lengyel csillagászat, ott hátul ez a nagy lavór, ez a modern lengyel csillagászat, és akkor a kettő közt, aki felfedezte az első bolygót pulzár körül. Nagyon szép történet, Wolscsán is megkapta az összes lehetséges díjat, a Nobel-díjat nem. És hát aztán egyszer csak kiderült, ami nálunk itt K-Európában kiszokott derülni néha, hogy 1972 és 1988 között mindenféle jelentéseket írogatott a titkos szolgálat számára. Ő azt elismerte, azt mondta, hogy ártalmatlan dolgokat jelentett a körülötte lévő személyekről, amik vagy közismertek voltak, vagy ki nem ezt szoktam mondani, de ő is ezt mondta. Talán fogadjuk el. De ez azzal járt, hogy Lengyelországban kegyvesztetté vált, az összes lengyelországi állásától, kitüntetésétől megfosztották, jelenleg a Penn State University-n emeritus professzor Alexander Wolscsán. Nobel-díjat ő már az eseményekre, előzményekre való tekintettel valószínűleg nem fog kapni. Bárki tudja.
És hát elérkeztünk minden csillagászati bemutató sztárjához, legalábbis csillagászati beszélgetés sztárjához, a fekete lyukakhoz. Mik a fekete lyukak? Szokták kérdezni, hogy három klasszikus kérdés van, talán négy egy csillagászati bemutatón. Fejünkre esik-e az az izé, ami közel, olyan közel fog hozzánk jönni, hogy még soha nem jött ilyen közel hozzánk? Ez az egyik. Mennyibe került a távcső? A másik kérdés. Láttunk-e már UFO-t? És vannak-e fekete lyukak? Ez a négy klasszikus. A fekete lyukakra azt lehet mondani, hogy ez két kérdés. Az egyik kérdés, hogy látunk-e fekete lyukakat a világegyetemben. Erre határozottan igen a válasz. A világegyetem tele van fekete lyukakkal. Látunk olyan jelenségeket, amik egy fekete lyuk közelében zajlanak le. Mondjuk a fekete lyukba belehulló anyagnak az utolsó sikolyát meg tudjuk örökíteni. Vagy a körülötte keringő csillagokat, és látszik, hogy akkora tömeg van ott középen, hogy az csak fekete lyuk lett. Vannak, látjuk. A másik kérdés, hogy értjük-e a fekete lyukakat? Hát erre nem mondanék azért határozott igent. Nézzük meg először a fekete lyukak megfigyeléseit, a fekete lyukak létezésére mutató néhány klasszikus, nagyon szép megfigyelést. Tudjuk, hogy a Tejút rendszer középpontjában van egy néhány millió naptömegű fekete lyuk. Ezt honnan tudjuk? Ezt onnan tudjuk, hogy élt egy Kepler nevű csillagász annak idején, aki leírta az ő harmadik törvényét. Kepler harmadik törvénye arról szól, hogy ha van egy tömeg, meg körülötte kering valami, ami a tömeghez képest elhanyagolható tömegű, akkor ott a keringési periódus, meg a pálya méret, meg ennek a közepén lévő izének a tömege, az egy darab képletben, egyszerű képletben átszámolható egymásba. Ha kettőt tudunk, akkor tudjuk a harmadikat. A Tejút rendszerünk középpontját nem olyan egyszerű dolog megmérni, de azt azért elég pontosan tudjuk már, hogy milyen messze van tőlünk. A Tejút rendszerünk középpontjában egyedi csillagokat meg tudunk figyelni. Ez se egyszerű, de már vannak erre elég jó műszerek. És látjuk, hogy a centrumhoz legközelebb lévő csillagok, azok elég gyorsan mozognak, hát különböző ellipszis vetületű pályákon. Ezek a pályák a térben is ellipszisek, a térbeli ellipszist kivetítjük egy síkra, továbbra is ellipszis marad, a térbeli pálya egyik gyújtópontjában a Tejútrendszer centruma áll, de a vetületben ez már nem igaz. Tehát ilyen módon a Kepler első törvénye csak félig marad meg, hogyha égi vetületben nézik. Tehát ilyen furcsán állnak egymáshoz képest az ellipszisek, valahol itt lehet a fekete lyuk. Ennek az ellipszisnek például nagyon nem az egyik gyújtópontjában van, ami itt lenne valahol, de nem ott van, ez a vetületi hatások miatt van itt. Minden esetre a lényeg az, hogy látjuk a mozgásoknak a sebességét, körsebességét, periódusát, ki tudjuk számolni a pályaperiódust, látjuk a pályák méreteit, ebből meg tudjuk mondani a Kepler harmadik törvényből lévő mennyiségből kettőt, és akkor meg tudjuk mondani, hogy mekkora tömeg van itt középen. És akkor az jön ki, hogy 3 millió naptömeg. Olyan csillag nincs, de ha lenne, akkor se látnánk. És igazából olyan objektumot, ami egy darab valami, és a 80-100 naptömeget meghaladja, olyat nem nagyon lehet elképzelni, egy dolog van, egy nagy tömegű fekete lyuk. Tehát itt jelen van 4 millió naptömeg, ami körül keringenek nagyon gyorsan ezek az izék, és ezt a 4 millió naptömeget egyáltalán nem látjuk. Mi lehet ez? Ez egy fekete lyuk. Mire számítunk? Hát a fekete lyukba behulló anyagnak vannak különböző sajátosságai. A fekete lyuk az elnyeli az anyagot, és utána az anyag nem jön vissza. Van egy eseményhorizont, ami azon belülre kerül, az számunkra megszűnt létezni. Bemegy az anyag a fekete lyuk belsejébe, egyre nagyobb tömegű lesz a fekete lyuk, egyre hatékonyabban tudja a körülötte lévő anyagot bekajálni. Ettől lesz ugye sok millió naptömegű, mert sok csillagot megevett már, millió számra megette a csillagokat és meghízott, mint a kis gömböc. Na és arra számítunk, hogy amikor egy csillag beleesik a fekete lyukba, mert éppen megkajálja őt a fekete lyuk, akkor a fekete lyuk csinál egy kis műsort.
valamiféle ionsugarakat kidob magából, meg körülötte, ahogy fölgyorsul az anyagot. Röntgensugárzást fogunk tudni megfigyelni. Ilyeneket valóban látunk más galaxisoknál. Például aktív galaxisoknál éppen lakomát, ezt a szót kerestem, éppen lakomázik a fekete lyuk, már jó ideje, nagyon látványos dolgok történnek. Ha a mitejút rendszerünkben fekete lyuk van középen, akkor legalább ezekhez hasonló dolgoknak az enyhe vízfényét kellene, hogy lássuk. És látjuk. Tehát ténylegesen van a tejút rendszer belsejében bizonyíték arra is, hogy az itt látható fekete lyuk az korábban megkajált anyagot, meg csillagokat, csak most éppen most nem éhes, úgyhogy most békében van. A legtöbb galaxis belsejében egyébként békében vannak a fekete lyukak. Jó nekünk, mert rosszabb lenne, hogyha ez nem így lenne. És hát itt látjuk 2002, 2004, 2005 ennek a térrésznek a kinagyított változatát, milyen gyors, nagysebességű mozgások zajlanak le a tejútrendszer centrumában. A Sagittarius A csillag jelű forrás, ami itt van, meg itt van, meg itt van, az nagyon közel van a központi fekete lyukhoz, nem ő a központi fekete lyuk, valószínűleg egy akréciós korong van a központi fekete lyuk körül, tehát bele is hullhatna az anyag, csak éppen nem hull be, várakozik. Kering a csillag körül, kering a fekete lyuk körül, és várakozik. De olyan gyorsan kering, hogy ennek is látjuk a sugárzását, amíg ott dekkol. Például a rádiótartományban is, meg akár röntgentan, nagy energiájú tartományban is. És hát az összes többi csillag, meg anyag, meg mi egyéb, itt nagy sebességgel, nagy energiájú mozgásokat láthatunk. Tehát nem olyan látványos műsort csinál a fekete lyuk, mint egy aktív galaxisban, de pontosan úgy működik a tejútrendszerünk középpontja, mint amire számítanunk kell. Itt bal oldalt látunk néhány galaxist, minden egyes felirat, látjuk a képet, amennyire látjuk itt a háttérem, meg amennyire ki van skálázva. A lényeg az, hogy minden egyes felirat egy ismert galaxisra utal. Hát itt látunk csillagokat, és körülbelül annyi darab galaxis is rajta van ezen a képen. Amit itt látunk, az a Virgo galaxis halmaznak a centruma, a középpontja. Óriás galaxis, normál galaxisokat látunk, ezek normál galaxisok. Óriás galaxisokat látunk, ez két M86, M87, két óriás elliptikus galaxis, és látunk egy csomó törpe galaxist, illetve azt nem látjuk, mert azok annyira halványak, de nagyobb expozíciós képeken látjuk, tehát tudjuk, hogy ott vannak ők is. No, itt ez a galaxis. A Virgo galaxis halmaznak, ahová szinte mi is tartozunk, de azért jó messze van tőlünk, egy 80 millió fényévre. Ennek a galaxisnak a belsejében nagyon látványos aktivitást lehet megfigyelni, és az első fekete lyukat, amiről kép készült, azt ebben a galaxisban figyelték meg. Így néz ki ez a kép, illetve így néz ki maga a galaxis. Itt ez a ködösség, ez nem más, mint ez a fénygolyó. Hát ki van takarva bizonyos része, de képzeljük el, hogy mindenhol egy ilyen hóka unalmas fénygolyóról van szó. De ez egy galaxis, tehát itt csillagok vannak, sok-sok száz milliárd csillag található itt ebben a galaxisban, sokkal több csillag, mint mondjuk a mi galaxisunkban, egy golyó alakú eloszlásban. És amit látunk már az optikai képen is, hogy valami érdekes kifúvás keletkezik, amit, minthogyha a centrumból jönne. És valóban, ha rádiótartományban képet alkotunk, rádió csillagászati eszközökkel, látjuk, hogy a galaxis belsejéből elindul egy jet, egy ionizált kollimált sugár, ami nagyon messzire kifúg, tehát ez a galaxis, most hol van ennek a pereme, itt van-e, vagy hova rajzoljam, de minden esetre azért messze túlnyúlik, egy jó kétszeresen túlnyúlik ez a rádió tartományban látható kifúvásnak a két füle a galaxison. Tehát a világ egyik legnagyobb galaxisáról van szó, bocsássuk előre, a központi fekete lyuknak az aktivitását látjuk, és úgy meglövi az anyagot, hogy kétszer messzebb repül, mint a galaxisnak a széle. És hát ha belenagyítunk itt a közepébe, ez pici kocka itt kinagyítva, pici kocka itt kinagyítva, pici kocka itt kinagyítva, ezt látjuk. Hát
A belsejében a legfényesebb forrás az egy gyűrű. És ez a gyűrű ráadásul inhomogén fényesség eloszlású. Sőt, ennek a gyűrűnek a fényesség eloszlása naponta változik. Ez nagyon nagy sebességgel keringő, nagyon forró, nagy mennyiségű anyagot látunk. Hát ez a fekete lyuknak az akréciós korongja. Tehát ez egy olyan fekete lyuk, amelyik éppen kajál. Nem kicsit. És a nagyon nagy a tömege is. És a megevett anyagot, amit már éppen villájára felszúrt, annak látjuk itt a gyűrűt a fekete lyuk körül. Belül meg nem látunk semmit, mert ott van a fekete lyuk. Tehát ténylegesen képet alkottunk, egy fekete színű lyuk alakú képet alkottunk egy korongban, amit elnevezhetünk fekete lyuknak. Dolog egy kicsit ennél bonyolultabb. Nem pontosan azt látjuk, hogy itt a fekete lyuk van, hanem a fekete lyuk körül a fénynek van egyfajta különös menete, a gravitációs fényelhajlás, meg mi egyéb. Egy szórási képe van a fekete lyuknak, itt a fekete lyuk szórási képét látjuk. De annak ilyennek kell lenni. Tehát emlékszem, amikor hallgatókoromban talán tartottunk csillagászati szemináriumot, hát úgy egymásnak jegyér, csillagászati szeminárium című tárgy, óra, néha először magyarul, aztán angolul. Éppen én futottam bele egy fekete lyukas előadásba, és egy ilyesmi alakzatot rajzoltunk fel a táblára, rajzoltam fel a táblára, mint előadó, hogy így néz ki a fekete lyuknak a szórási képe. És arra számítottunk akkor, hogy majd a mi tejútrendszerünkben lévő fekete lyuknak a szórási képét fogjuk először meglátni, de tökéletesen ugyanezt a fényességeloszlást rajzoltam föl akkor a zöld táblára, krétával, hogy hát ha majd egyszer látunk fekete lyukat, akkor az így fog kinézni. Eltelt 20 év, és ott van, és pont ezt látjuk. Azért ezek nagyon csodálatos dolgok, amik ugye az ember pályafutásába azért ugye az egész életművel össze mérhető íveket leszoktak rajzolni. No, még egy megfigyelés a fekete lyukakról, ez egészen friss. Onnan is tudjuk, hogy vannak fekete lyukak, hogy látunk olyan gravitációs hullámokat, amik fekete lyukak egybe cuppanásából származnak. Ugye? Tehát a összeolvadó, de nincs semmi szilárd anyag, ami megolvadjon. Tehát ezért mondom, hogy egyév állás. Tehát fekete lyukak keringenek egymás körül, itt. Gravitációs hullámokat sugároznak ki, fodrozzák a téridőnek a szerkezetét, ettől energiát veszítenek, ettől közelebb kerülnek egymáshoz, mint ahogy láttuk a Hall-Taylor kettősnél, akkor még gyorsabban keringenek egymás körül, még nagyobb energiájú gravitációs hullámokat keltenek, és a végén egyszer csak a folyamat véget ér. Fölpörög, vége van. És amikor vége van, akkor két fekete lyukból lett egy, és utána csend van. És ezt látjuk. És ez nem egy és nem két megfigyelés, hanem ilyen gravitációs jeleket rendszeresen látunk a világegyetemben. 2015-ben megtörtént ennek az első detektálása, és azóta ez rendszeressé vált. Tehát vannak fekete lyukak, és úgy viselkednek, ahogy gondoljuk, hogy egy fekete lyuknak viselkednie kell. Mi nem a fekete lyuk, tehát két modell a fekete lyukakkal kapcsolatban. Az egyik, most már tényleg csak mesélős lesz, tehát a tömeg nagy részén túl vagyunk, ezt érzékelem, hogy ez egy nagy tömegű előadás, de hát fekete lyukakról beszélünk, hát hogy ne lenne ez nagy tömegű. Filozofálgatni fogunk most már elsősorban, és már nem sok dián van hátra. A fekete lyukakról az egyik elképzelés az, hogy az anyagot elkezdjük összenyomni, valamilyen tömeghez, valamilyen sugárhoz tartozik egy szökési sebesség. Tehát állok a Földön, ezt az izét, már elnézést az ötletért, de így fölfelé dobnám 14 km per másodperc sebességgel, akkor ez itt szépen elhagyná a Földnek a gravitációs körzetét. Nem egyébként, mert a légellenállás lefékezné, de ha mondjuk a légkör sem lenne, gyorsan megfulladnánk, de az fizikusokat az nem szokta zavarni, tehát egy légkörmentes Földön 14 km per másodperc. De ha összébb nyomnánk a Föld anyagát, úgy, hogy fele akkora legyen, mint most, akkor már 20-szal kéne földobnom. És akkor nyomom még össze, meg még össze, egyre nagyobb lesz a sebesség, amivel el kellene dobnom ezt az irányítót, egész addig, amíg egy véges méretnél eléri
a fénysebességét, amivel fel kellene dobnom a távirányítót ahhoz, hogy elhagyja a Földnek a gravitációs vonzás körzetét. Na de a fénynél gyorsabban semmi sem megy, a fény sem megy gyorsabban, mint a fény. Tehát, hogyha ennél jobban összenyomjuk az anyagot, akkor onnan a fény se jön ki. És akkor ki lehet számolni, hogy pontosan mekkora ez a sugár, amelyekre össze kell az anyagot nyomni, hogy onnan ne jöjjön ki a fény. Pontosan annyit kapunk, mint amekkora a fekete lyukaknak a relativitás elmélet szerint is a sugara. Tehát ez a dolog, ez szépen megmagyarázza a szökési sebességet, szépen megmagyarázza kvantitatíve is azt, hogy mennyire kell összenyomni az anyagot ahhoz, hogy abból fekete lyuk legyen. De ez mégiscsak egy modell, tehát a fekete lyuk az nagyon nem ez. Ebben a modellben, hát nem, hogy horizont nincs, azt nem is írtam föl, hogy szingularitás sincs. Tehát a fekete lyukban nem az a lényeg, hogy összenyomjuk az anyagot és nem jön ki a fény, hanem az a lényeg, hogy az eseményhorizonton belül, amekkorára össze kell nyomni az anyagot, az az eseményhorizont, az eseményhorizonton belül nincs menekvés. Ott más nincs az a fizika, ami megtartja az anyagot, ott minden behullik a közepébe egy szingularitásba. Eltűnik a dolog. Tehát összenyomhatom a Földet addig a sugárig, hogy fekete lyuk legyen, de utána már összeesik magától a nullába. Elosztunk valamit nullával. Kb. Ilyesmi dolog történik a fekete lyuk közepén. És a horizontot sem magyarázza meg. Két irányú kapcsolatban nincs a mi világunk annak a belsejével. Ami azon a gömbön belül van, mi be tudunk oda menni, de onnan nem lehet visszajönni. Tehát kifelé, kintről befelé hat az okság, belülről kifelé meg már nem. Tehát ilyen értelemben a horizont az a kölcsönhatásoknak egy egyirányú szakadását jelenti. Ha két irányú szakadás lenne, az is horizont lenne. De lényeg az, hogy megszűnnek a kölcsönhatások. És például, ha összenyomom akár szinguláris pici valamivé a Földnek a tömegét, és a Földnek a Schwarzschild rádiuszánál állok, és földobom ezt az izét, a klasszikus fizika szerint átjönne, elindulna fölfelé. Még ha az adott sugártól lejjebb kezdem el dobni, akkor se befelé esik, hanem elindul kifelé, átjönne a horizonton, így, mint ahogy ott fölemelkedik, itt átkeresztezi a horizontot, utána persze visszaesik, tehát nem fog messzire kijönni, de átlépi a horizontot ez a földobált izé. Nem tudom, mennyire érthető. A fekete lyukban az úgy néz ki, hogy nem tudom földobni, mert én magam is zuhanok bele a szingularitásba. De ha ezt elkezdeném földobni, akkor se jön neki, egy pillanatig se, úgy dobnám el, akármilyen sebességgel dobnám fölfelé, hogy lefelé esik. És ez a dobálós dolog, ez már nem tudja bemutatni. Van egy másik elképzelés, ami azt demonstrálja, hogy a fekete lyuk meggörbíti a téridőt. Ezt úgy szokták csinálni, hogy vesznek egy lepedőt, kifeszítik, tesznek a közepébe egy nagyobb tömeget, mint egy tekegolyót, és körülötte egy golyót elkezdünk guringatni, és akkor ő körbe guringja ezt a kugli golyót középen. Annyiban jó, hogy ezen a lepedőn ténylegesen keletkezik egy belső görbület, tehát ez a belső golyó, ez a kugli golyó úgy húzza meg a lepedőnek az anyagát, hogy a lepedőre rajzolt háromszögek belső szögeinek az összege többé nem 180 fok. Tehát egy nem sík geometriájú lepedő készül. Ezt jelenti a külső görbület, hogy nem 180 fok a háromszögek belső összege. Ugye az euklideszi geometriában a párhuzamossági axióma azt mondja, hogy mi sík geometriában élünk, tehát például a háromszögek belső összegeinek 180 fokos léte, az annak az állítása, bizonyos szempontból ez nem egy tétel, ez egy állítás, ez egy axióma, azt mondja, hogy mi sík geometriában élünk. Tehát a papír az egy síklap. Meg amit síknak gondolunk, az tényleg sík. Ezt nem gondoljuk síknak, mi, mert be van ágyazva egy ilyen púposan a három dimenzióba, de hogyha a felületen élő valamik lennénk, hangyák, akik nem látják a harmadik dimenziót, meg tudnánk mondani, hogy ez behajlik, mert nem, azt látnánk, hogy nem 180 a lepedőn a háromszögek szögeinek az összege. Földgömb is tud ilyet, tehát pólus, 90 fok, egyenlítő, 90 fok, itt is 90 fok, hoppá, az 270 fok, és az nem 180 fok. Tehát a gömb háromszögek szögeinek az összege se 180 fok. Hát ezt tudja. És valamiképpen ennek a hatására rétre jön a körmozgása a kislabdának a nagylabda körül. Igen, ez történik a téridővel is.
Ez jó, ilyen szempontból jó. De az analógia itt véget ér, mert itt csak az egyik térszeletnek a görbületét mutatjuk meg. Másrészt a görbületnek az alakja sem olyan alakú, mint amit a gravitáció csinál, de a legfontosabb, hogy az idő is csinál egy ilyen görbületet. Nem csak a tér görbül meg, a téridő görbül meg bármilyen tömeg körül, például a fekete lyuk körül nagyon látványosan, az hozza létre a horizontot is, és az idő görbülete, ami ugyanígy kialakul, azt nem tudjuk szemléltetni semmivel. De föl tudjuk írni. Tehát ha elszakadunk a földdobálástól, meg elszakadunk a lepedőtől, akkor a fekete lyukat egy ilyen kis 4x4-es táblázattal nagyon kafán le lehet írni. Ez azt mondja, hogy hogyan mérünk távolságot időben, radiális koordinátában, meg valamiféle szögszer. Tehát az időbeli távolságokat, meg a térbeli távolságokat hogyan kell egymásba váltani itt, amikor esünk be a fekete lyukba. És van benne egy paraméter, ami a fekete lyuk Schwarzschild sugara, az a bizonyos, ahonnan már nem jön vissza semmi. 2gm per c négyzet, g a Newton-féle gravitációs állandó, m a középen lévő tömeg, c négyzet meg a fénynek a terjedési sebessége. Nem számoljuk ki, értelemszerűen, ha beírnánk ide a nap tömegét, akkor 3 kilométert kapnánk. Tehát a napot összenyomnánk, fekete lyukká, 3 kilométer lenne az esemény horizontja. És ez. Tehát amikor azt mondtuk egymásnak mi ezzel fekete lyukakkal foglalkozó fizikusok, hogy figyú, ezt én nem tudom elképzelni. És az volt rá a válasz, hogy hát ne is képzeld el, akkor arról beszéltünk, hogy ehelyett, meg ehelyett, felejtsük el, erre gondoljunk, és ezzel nagyon szépen lehet számolni. És hát mi történik? Ugye a fekete lyukban, itt megnézzük ezt a számot, meg ezt a számot, azt látjuk, hogy egyik reciproka a másiknak, meg az egyik negatív előjelű. Egyik negatív előjelű, a másik pozitív, ez egy konvenció a relativitás elméletben, az időbeli távolságokat, az időbeli részt azt negatív előjellel veszük figyelembe. Valami miatt. Azért, hogy ahol a fény terjed, ott nullákat kapjunk. Mindegy. És az, hogy ez itt bekerül a nevezőbe, itt meg nincs tört, ez nagyon érdekes dolgot jelent. Hogyha elkezdjünk, az R az nagyon nagy, akkor ez a rész eltűnik. Meg ez a rész is eltűnik, akkor visszakapunk itt -1, 1, 1, 1, vagy -1, 1, meg ezek az izék, egy sík geometriát. Hogyha elkezd az R növekedni, és közelít az R-eshez, akkor eltérünk a sík geometriától, kapunk egy ilyen tölcsért, ami tehát a téridő torzulásait leírja. És nem baj, ha eddig nem értettük. Most jön a lényeg. Hogyha az R eléri az R-est, vagy meghaladja, akkor itt előjelet fogunk váltani. És az előjelváltás az azt jelenti, hogy a tér meg az idő szerepet cserél. És azt állítom, hogy ez szintén egy jó modellje a fekete lyuknak. Az, hogy az én órám előre felé jár, ha bemegyek egy fekete lyuk esemény horizontján belülre, az pontosan megegyezik azzal az eseménnyel, hogy abból nem lehet kijönni. Tehát, hogy a fekete lyukon, eseményhorizonton belülre csak befelé van út, meg hogy az időt nem lehet itt megfordítani, ez pontosan ugyanaz a dolog. Itt van neki a matematikája. Tehát valószínűleg nem lepődnénk meg, ha a fekete lyuk belsejében élő lények lennénk. Az, hogy az idő csak előre felé telik, az számunkra olyan természetes dolog. Nem hiányoljuk, hogy nem lehet megfordítani. És ugyanez a természetes dolog a maga természetességében jelenti azt, hogy nem lehet a fekete lyuk belsejéből kijönni. Maga a fény se tud kijönni, a fény terjedésének a kúpjait le lehet ebből a táblázatból rajzolni. Most itt azt látjuk, hogy az idő előre felé halad, akkor befelé meg kifelé egyformán szimmetrikusan terjed a fény. És ezek a fénykúpok, ahogy megyünk a fekete lyuk felé, úgy elkezdenek bedőlni, és a végén ez a jövő. A végén a jövő az már csak a fekete lyuk belsejében mutat. Itt is látjuk, hogy ami itt ilyen irányba, fölfelé irányba a jövő volt, az a fekete lyuknak az esemény horizontjára, meg még beljebb, egy kicsit jövő, meg még inkább térszerű, befelé mutató térszerű történet lesz. Na hát ilyen turpisságot tud csinálni a fekete lyuk a téridőre. Na még egy érdekes dolgról lehet beszélni, arról, hogy mikor látjuk, hogy egy anyag áthalad az esemény horizonton. Soha.
Tehát a külső megfigyelő nem lát fekete lyukba hulló anyagot, mert itt a fénykúpnál, a terjedésnél, ugye a kifelé jövő fény, az beáll a jövő útjába, és nem mozdul el oldalra, nem mozdul el felénk. Mondom másként, ha én elindulnék egy fekete lyuk belsejébe, nekem mindig így áll a fénykúpom, a sajátom, én azt érezném, ilyen fénykúppal végigmegyek ezen a geometrián, én azt érezném, hogy nem tudom, 10 óra 32 perc 43 másodperckor átmentem az esemény horizonton. Tehát számomra véges időben bekövetkezik az az időpillanat, amikor átlépek az esemény horizonton. A külső megfigyelő meg azt fogja látni, hogy én olyan gyáván viselkedek, tehát egyre lassabban közeledek az esemény horizonthoz, és sose érem el. Én saját magam egy határozott, előre meg tudom mondani, hogy mikor időpillanatban be fogok lépni a fekete lyukba, azt fogom látni. A külső megfigyelő azt fogja látni, hogy soha nem megyek be a fekete lyukba. Fölragadok az esemény horizontra, és odafagyok. Vagy legalábbis az esemény horizont előtt egy kicsivel megállok, és ott maradok. A fény meg már nem jön ki belőlem, mert már akkora gravitációs vörösödésben vagyok, de ez részletkérdés. Paradoxon, mi a megoldása? A horizont. Tehát a horizontnál megszűnik az okság. Nem probléma, hogy olyan dolgok történnek belül, amit kívül el nem tudunk képzelni, meg sose figyelünk meg, hiszen ott az okság megszakad. Na, hát ilyen érdekességek vannak. És hát, ha a fekete lyuk forog, ezt is már megfigyeltük. Van olyan megfigyelés, akik azt mondták, hogy ezt ők már látták. Ha fekete lyuk forog, akkor van egy pillanat, van egy külső köpeny, ahol a téridő forog a forgó fekete lyukkal együtt, eléri a fénysebességet, belépünk, itt már a téridő fénysebességnél gyorsabban forog. És a fénysebességnél gyorsabban forgó téridő föl tudja gyorsítani a részecskét úgy, hogy visszajön. Tehát forgó fekete lyukon két horizont van, az egyiken belépünk, és onnan van visszaút. A belsőn belépünk, és onnan már nincs visszaút. Van olyan csillagászati megfigyelés, van olyan kutatócsoport, akik azt mondták, hogy ezt a jelenséget megfigyelték. Tehát az, hogy a világegyetemben vannak fekete lyukak, ennél sokkal részletesebb dolgot is megfigyeltünk, már fekete lyukaknak a forgására utaló megfigyelés is van. És hát ugye beszéltünk, ez az utolsó dia, beszéltünk arról, hogy ha megyünk a fekete lyuk felé, akkor mikor megyünk oda, akkor föl a külső megfigyelő számára oda ragadunk, fölfagyunk a horizontra. Ez azt jelenti, hogy ugye hová tűnik az információ, amikor bemegyünk a fekete lyukba. Ez egy nagyon égető kérdése a mai fizikának. Nem szeretjük, ha az információ elveszik a világból. Ki lehet számolni, hogy ha fölfagynak dolgok, amik ha behullanának, növelnék a fekete lyuk tömegét, vagy fölfagynak dolgok, amik növelik a fekete lyuk tömegét, nagyobb lesz a tömeg, nagyobb lesz az eseményhorizont, nagyobb lesz az eseményhorizont felszíne. És pont annyival növekszik az eseményhorizont felszíne az elnyelt tömeg miatt, mint amennyivel növekszik az eseményhorizont felszíne ahhoz, hogy ott tárolja az információt végtelen időn keresztül. És ez nagyon izgalmas történet, de ez már tényleg a sci-fi, a fekete lyukakkal kapcsolatos sci-fi gondolatok. Másik dolog, amit sokan a sci-fit emlegettük, ezt nem figyeljük meg. Semmi nem utal erre, hogy van, matematikailag lehetséges. A fekete lyuknak a tölcsérét, hol itt, elvágjuk valahol, és hozzáheggesztjük ugyanezt lefelé, de kifelé táguljon. Elnevezzük féreg lyuknak, és azt mondjuk, hogy nem fagy meg itt az információ, hanem megjelenik egy másik világban. De ha ez a két világ össze van kötve, akkor megjelenik a mi világunkban valahol máshol. Semmi nem utal arra, hogy itt ilyen topológiának létre kell jönni, kétség kívül matematikával játszadozunk, akkor ezt meg lehet csinálni. Minden esetre, amikor megkérdezik, talán ötödik népszerű kérdés, hogy vannak-e féreglyukak, az állítás az, hogy semmilyen, nulla megfigyelés van, ami a féreglyukak létére utal. Meg lehet csinálni matematikailag, de hát sok mindent meg lehet csinálni matematikailag. És hát a fekete lyukak körül megtekeredik a fény, ráadásul nem is olyan is lehetséges, hogy ugye Newton pályák zártak, hogy ha nem jövünk ki, ha kijövünk, akkor szigorúan hiperbola. Fekete lyuk körül tehetünk 1-2-3 kanyart, és utána elhagyjuk a fekete lyukat fénysugárral. Ez egy geg a végén, tekintsük úgy, hogy az előadás véget ért. A kampusz fényképét kiszámolták a pihentagyú elméleti fizikusok. A kampusz fényképét hogy nézne ki, hogyha itt a járda fölé oda tennénk egy fekete lyukat? És a fekete lyuknak a
a görbült téridején keresztül, mint egy lencsén keresztül néznénk a mögötte lévő világot, hát ezt látnánk. Itt vannak szakadások a képben, tehát itt az épület nem folytatódik. És az épület itt azért nem folytatódik, mert két kanyart vesz be, három kanyart vesz be, és így tovább. Mert kettős fekete lyukat, összeolvadó fekete lyukat az összeolvadás pillanatában kiszámoltak, hogy hogy alakulna, mint optika. És hát ez pedig a világegyetemben, ha látnánk két fekete lyukat, akkor, amit beszéltem a szórásról, ténylegesen ilyen sötét lukakat látnánk az égen, amik egymás körül keringenek. A mi tejútrendszerünkben, a tejút centrumában sok száz fekete lyuk van, keresnénk ilyeneket, de hát még nem látunk ilyeneket. Ez még a jövő, ha egyáltalán valaha. És hát kozmikus rémségek, konkludáló dia. A nagy energiájú folyamatok, a különböző csillagokhoz kötődő folyamatok, ahogy gyakoriak, ahol gyakori a csillagkeletkezés, meg gyakori a nagy tömegű csillagok képződése. Tehát csillagontó galaxisokban, aktív galaxisunkban, nálunk a galaxisunknak a központja körül vannak olyan kozmikus katasztrófák, itt kinyírják az életet. Tehát ha a galaxison belül keresnénk valamilyen életformát, akár egy sejtűt, itt ne tegyük, mert valószínűleg volt olyan GRB már nekik, ami őket kinyifantotta. Máshol pedig a nehéz elemek vannak kevesen, és nem alakulnak ki úgy a bolygók, ahogy mi szeretnénk, hogy kialakuljanak. Tehát a galaxisok középpontjától nagyon messze, meg azért ne keressünk életet, mert bolygó esetleg kialakul, de a szükséges életformához, mondjuk a szén, rendelkezésre álló szén mennyisége, az nem elég. Tehát a tejút rendszerünkben van egy tartomány, ami a galaktikus életzóna. A galaxisnak egy meghatározott gyűrű alakú része, ahol egyáltalán elképzelhető, hogy ezektől a kozmikus rémségektől és kozmikus katasztrófáktól távol maradunk, és itt kialakulhat egy stabil életforma. Egy jó hír a mai napra, a körülöttünk lévő turbulens világnak a rossz hírei után. A mi naprendszerünk benne van ebben a galaktikus életzónában, tehát ilyen módon a közeli kozmikus katasztrófáktól azért nem kell annyira tartanunk, úgyhogy ezen nemes gondolat jegyében további kellemes estét kívánok mindenkinek.